Ha Antal Józsefnek kétharmada lett volna, megspórolunk 20 évet. Ezt mondta Orbán Viktor az első szabadon választott miniszterelnök halálának 25. évfordulóján. A kormányfő szerint Antal József sohasem adta fel, bár a kommunizmust, csak az ő, vagyis Orbán Viktor kormánya alatt a 2010-es új alkotmánnyal sikerült lezárni. Azt is mondta, kész csoda, hogy Antal Józsefnek volt ereje visszautasítani Soros György, úgymond országkifosztó javaslatát. Nem kívánunk itt vitát folytatni. Nyilvánvaló. Aktív szereplője volt az ellenzéki kerekasztalnak az akkor 58 éves történész Antal József. Ekkor már az MDF elnöke volt, pártja 1990-ben meg is nyerte az első szabad választásokat. Ugyanazt a küzdelmet kellett vívnom, amit ő félbehagyni kényszerült. Harcot a posztkommunista erők ellen. Így emlékezett rá Orbán Viktor, aki szerint Antal József balsorsa, hogy nem sikerült teljesen szakítania a kommunizmussal. Ez csak neki, Orbán Viktornak sikerült 2010-ben az új alkotmánnyal. Így Antal halála után még 17 évig harcolni kellett. Neki nem volt meg a kétharmada. Pedig ha meg lett volna, 20 évet megspórolhattunk volna. Orbán Viktor azt is mondta, Antal sohasem adta fel, és nem állt össze a posztkommunistákkal. Harcolni azok ellen, akik a kommunizmus szellemi alapjait felhígítva bár, a féle Coca-Cola light-ként, de elszántan védelmezték. Azok ellen, akik a demokráciát és Magyarország jövőjét úgy képzelték el, ahogy az 1990-ig volt. A miniszterelnök visszatekintő beszédében egy időre Soros Györgyre is kitért. Kész csoda, hogy elkerülte a pénzügyi összeomlást. Kész csoda, hogy volt ereje visszautasítani Soros György ország kifosztó javaslatát, amiről nyilván lesz itt ma majd szó. Hiller István MSZP-s képviselő, aki civilben történész, azt mondja, tiszteli Antal Józsefet, de kár, hogy a Fidesz elfelejtette, milyen élesen támadták Antalt. Hogyha annyi tolerancia lenne a jelenlegi kormányba és kormánypártokba, mint amennyi tolerancia volt Antal Józsefbe az akkori Fidesz iránt, na akkor előbbre tartanánk. Nem gondolom, hogy bármelyik ellenzéki pártot, legyen az hozzá gondolkodásába közelebb vagy távolabb álló annak idején, megfosztotta volna bármiféle demokratikus jogától, vagy annak korlátozására készült volna. Orbán Viktor arról is beszélt, hálásak Antal Józsefnek azért a bizalmáért, amellyel a fideszesekhez és rajtuk keresztül az új politikai nemzedékhez viszonyult.